28 darab tuját vágtak ki a Gotthárd iskola udvarán, a közel 40 éves fák elszáradtak, pusztulásukat a boróka tarka díszbogár gyorsította fel. Lárvái a kéreg alatt elrágják a fa tápanyag szállító hány szövetét. Fotó mutatja, hogy milyen állapotban voltak a fák. A napokban az utolsó beteg egyedet is kivágták, helyükre később csemetéket ültetnek majd. A klímaváltozás egyik nagy vesztes altúja, károsítója a boróka tarka díszbogára déli, melegebb éghajlatról vándorolt be hazánkba is. Az első példányát 1999-ben fedezték fel az országban. Mostanra komoly károkat okoz.